Önálló koncertzenekarrá vált, hiszen néptáncegyüttesek, népdalkörök színpadi kísérletén túl vállal önálló fellépéseket, táncházakban való muzsikálás, kiállítás megnyitókat, hangszerbemutatókat, stb. Fő profiljuk az autentikus hangszerfelállású magyar népzene, hagyományhűségre törekvő előadásmódja, amelybe a teljes magyar nyelvterület népzenei dialektusai beletartoznak, beleértve a zalai tájegységek dalait is, amelyet különösen szívügyének érez a zenekar, amelynek tevékenységét a Magyar Rádió népzenei különdíjjal, Zalaegerszeg városa pedig Zalaegerszegért díjjal ismerte el. A népzenén kívül részt vettek színházi darabokban, közreműködtek többek között az Úri Múri, a Marica grófnő, a Csárdás királynő, az Indula Bakterház előadásán is. Európa szinte valamennyi országába eljutottak már, és tagjai jártak Afrikában, Amerikában, Ázsiában és összesen 29 országban. Eddig 3 darab CD-jük készült, amelyeken különböző tájegységek zenéi vannak, és természetesen mindegyiken 2-2 zalai csokor szólal meg. Az együttes tagjai Schreiner Jenő, zenekarvezető primás, alapítótag, hegedűn, nagybőgön és dobon játszik, illetve énekel. Kovács Péter brácsákon, furuján és dudán játszik, és Danis András, aki nagybőgön és kobzon és ütőgardonon muzsikál. Mostani összeállításukban zalai népdalok szerepelne, mátyusföldi népdalok és egy felcsiki népdalcsokor. Thank you.
Thank you.